Thank you.
Thank you.
és ez mindenkinek eszébe jutott ez a kérdés többször is, hogy mi a megoldás, hát mindenki saját életútjának megfelelően maga dönti el. Thank you.
kucsonagon más hangvétele is, másféle formában is meg lehet fogalmazni. Kaptemol Tamás tényleg az, aki nagyon kötődik a Pannonhoff körhöz, és Végrendelet című versében nagyon érdekesen fogalmazza, neki van egy nagyon érdekes nyelvezete, és az ősi kultúra és a mai kultúra is keveredik ebbe a gondolatvilágba, tehát következik tőle a Végrendelet. Következik a Hold című költemény, és
utána pedig sor kerül még egy más jellegű rendezvényre, mégpedig ugyebár a Megyék Pillanatok című fotót itt meg lehetett tekinteni. Bizonyára mindenkinek vannak ilyen fotója, ami nagyon jellegzetes és nagyon szívhez szóló egész élete során. Ezekről volt egy zsűrizés, és ennek a díját adására kerül sor ezt követően. Thank you.
következő év, a betakarítási időszak a szeptember. Aztán ott így elúlom, ott jól mindig ezt tudom.
hogyha nincs ilyen, marad azért még a hűtől áll, hál' Istennek, akkor járhatunk úgy, hogy mondhatjuk Péter Imrének a versékenyek az a csak, hogy esélyragozás. Hogy ő mit ír ebben, minden kiderül, tehát következzék akkor az esélyragozás szó költemény. Kitérnek el, hogy mi megy mi a sztára.
műsor végig, mert csak azért is, mert most egy nagyobb dolog következik. Egy olyan összeállítás, amelyel mindenkinek tényleg szeretnék segíteni. A ünnepre való készülődésben, hogy tényleg lelkiek hangolódjanak rá az ünnepre. Azt hiszem, egy kicsit már megszoktuk azt, hogy az Advent az mindig egy kívülről váró boldogságot jelentett számunkra. És most egy olyan utazásra indulunk, ahol befelé próbálunk fordulni, magunkra figyelni, és ebben segítségül hívtunk természetesen énekmangósan költőket, Gödlik Inga Rékát, Utasi Józsefet és Péntek Imrét, az ő versei fognak elhangzani ebben a blokkban, szépen egymás után. A segítség, hogy szintén maradjunk az énekmondónál, pedig az lenne, hogy ugye a hang, azt hiszem mindannyian tudjuk már, hogy gyógyító erővel bír, és a teremtés első mozzanata a hang volt, ugye először vala az igen, szól a Biblia is. És ezt a hangot kellene megidéznünk valamilyen formában, mégpedig kétféle hangot fogunk használni itt a programok során, a belső utazások során. Az egyik hang az keletről jött, és az indiai védikus bölcseletek írják el nagyon részletesen ennek a jelentését és tartalmát. Röviden annyit lehetne mondani, a föld hangja, a teremtés hangja, és ez az úgynevezett Om hang. Amit még érdemes erről tudni, közben megszülettek a gyertyák is, hogy az első élményem nekem ezzel a hanggal az volt, amikor a gyerekekkel sétáltunk egy alföldi kempingnek a szépen kiszáradt rétjén, a sárga fű között, és egyszer csak láttunk egy gyíkot, és a gyerekek rástartoltak a gyíkra. 8-10 évesek voltak akkor még, és hát nem tudtuk megfogni a gyíkot. És jött arra egy fiatal ember, és megkérdezte, hogy szeretnétek megfogni a gyíkot? Hát a gyerekek ezzel válaszolták, igen, persze, szeretnék megfogni a gyíkot. Nem csinált mást az illető, szépen óvatosan megközelítette, és ennyit mondott, hogy
Tartás